Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Pécsi Tudományi Egyetem Univerzitás Televíziójának műsorát látják. Röviden a tartalomból. A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki dr. Hideg Kálmánt. Bemutatták a Villányi Hegység úti kalauz című könyvet. Richter Tudós Klubot szerveztek a hazai orvosi egyetemeken. Két új számítógépes labort adtak át a Bölcsészettudományi Karon. Pécset rendezték meg a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság kongresszusát. 36. alkalommal szervezték meg az egyetemi orvosnapokat. Bemutatjuk a PEAC futballszakosztályát. Dr. Hideg Kálmán az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára, a Gyógyszertudományi Doktori Iskola vezetője. Kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Dr. Hideg Kálmán Debrecenben szerzett vegyész diplomát. Egyetemünk jogelőd intézményében 1959 óta dolgozik. A Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet igazgatója volt, amíg betöltette a tisztséget. Jelenleg a Gyógyszertudományi Doktori Iskola vezetője. A Természettudományi Karon szerves kémiát, az Orvoskaron orvoskémiát tanít. A gyógyszerkutatásokban vesz részt, bioaktív vegyületeket kutat. Számos szabadalom és publikáció kötődik a nevéhez. 59 nyarán innét Bécsről Debrecenbe látogató fiatal biológus azt a írt hozta, hogy a Gyógyszertani Intézetbe keresnek egy tanársegédi állást. Engemet nagyon érdekelt akkor, hogy azokat a kémiai munkákat farmakológusok, orvosok közelébe csinálhassam. És hát végig is mind a ketten, feleségemmel így kerültünk Bécsről. Elég nehéz volt, gyenge volt a felszerelés. A másik azon, hogy tulajdonképpen egy újabb disziplinát kellett megtanulni. Mert az orvostudományhoz, ahhoz csak nagyon marginális érthettük, miután lévén vegyész diplománk. Nagyon sokat köszönhettem az akkori gyógyszertani intézetbe, az akkor fiatal társaimnak, és hát főként Méhes Gyula professzornak, aki egy székely ember volt, és egy rendkívül nyitott, jóhumorú ember volt, és hát a tanársegédei is, adjunktusai, docensei, akik manapság professzorok, némelyikük már nem él. Nagyon sokat köszönhetek nekik, hogy jó mutánsá alakulhattam, hogy a kémia mellé valamit konyítottam a farmakológiához, gyógyszertanhoz. Akkor az intézetbe folyó munkák közül az kellett, hogy érdekeljen, amit a orvos kollégáknak volt a kutatási témájuk. Ez szerencsére ez három irány volt. Az egyik Varga Ferenc néhai most már a korábban gyógyszertintélet professzora volt, ő inkább a molekuláris oldalával, toxikológiával foglalkozott, Decsi László, ő is meghalt már, ő pedig foglalkozott központi idegrendszeri kutatásokkal. Szekeres László, hál' Istennek még él, ő Szegeden lett gyógyszertanász professzor, én egy docensként került el, ő pedig keringéskutatással foglalkozott, tehát mindegyiknek volt olyan igénye, hogy akkor az elvárások voltak bőven. Az elmúlt 5-6-8 esztendő óta indult egy nagyon érdekes kutatási program az orvoskaron belül. Tulajdonképpen a PhD képzéshez kötődik. A fiatal orvostan hallgatóknak, majdnem később gyógyszerész hallgatók másoknak, ezeknek olyan komplex program kellett, amelyik a vegyületek meggondolásától, megtervezésétől, a biokémia paraméterek vizsgálatán, esetleg klinikai aspektusain keresztül van valamilyen reménye. Tehát ezek a fiataloknak a lelkesedése, és azon, hogy valami eredményes legyen. Ez egyik része. A másik része az külföldhöz kapcsolódik. Úgy adódott a sorsom, hogy 70-ben egy évet Skóciába töltöttem, ott taníthattam, dolgozhattam. Majd 80-ban, 10 évvel később USA-ba volt módom, ahol szintén voltak munkatársak, talán kicsit mondhatnám tanítványok is, és az az igazság, hogy nagyon sok kutatóval, így a Los Angeles-i Egyetemen, Göttingeni Egyetemen, Floridába, Tallahassee, Floridai Állami Egyetemen, a California Davisbe és jó néhány helyen van jelenleg is folyó kutatási programunk. Ha az ember külföldön dolgozik, vagy a kapcsolata van, az nem a rászorultsága alapon, hanem el kell fogadtatni azt, hogy mi is tudunk valamit, és tudunk annyit, hogy megéri esetleg éppen velünk működni.
Dr. Hideg Kálmánt kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Ez egy nagyon megtisztelő dolog, de hadd mondjam meg, hogy épp az előbbi dologhoz kapcsolódva, a mi szakmánk olyan, hogy nem egy ember érdeme. A jelenlegi és a régiek, ez ott a 45 év alatt sok ember megfordult. Ha azt jelenti, hogy ezek az emberek munkája, tehát többé-kevésbé együtt jól tudtuk csinálni, akkor ebben beépült az ő munkájuk is. Tehát ebben nem létezik olyan, hogy egy embernek, tehát hogyha akkor inkább azt mondanám, hogy én azzal együtt arra vagyok büszke, hogy ők örülnek neki. Ez most nem álszent valami dolog, de tényleg arról van szó, hogy hiszen egy embernek a tevékenységét azt a közösség teszi. Bemutatták egyetemünkön Dezső József, Sebe Krisztina és Horváth Gábor a Villányi hegység Utikalausz című könyvét. A kötet hasznosítható ismereteket tartalmaz, és valóban szolgálja a hegység turizmusát. A Villányi hegység Utikalausz című könyv bemutatóján dr. Tóth József, a Földrajzi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte, a könyv szakmailag és turisztikailag is hasznos és nagyon jó irodalom. Ezt a könyvet a Pécsi Egyetem Barlangkutató Egyesülete készítette, és nekünk ez a kutatási területünk, tehát mi már lassan egy évtizede ott barlangászunk, kóstolgatjuk a tájat és porait, nagyon megszerettük, és hiányt láttunk ebben a témában. Hozzáteszem, hogy nagyon sok jó könyv van a Villányi hegységről, borkultúra, történelmi részbe, de így együtt szintetizálva még nem jelent meg ilyen könyv a hegységről. A könyvnek egy kicsikét klasszikus szerkesztési vonala van, elkezdjük egy elhelyezkedés leírásnál, geológián, élővilágon, klímán keresztül eljutunk a történelmi bevezetőig, borkultúráról írunk, és ezek után ajánlott túraútvonalakat és kerékpáros útvonalakat írunk le. A fejezetek végén egy kis angol és egy kis német összefoglaló valami használhatóbbá teszi a könyvet idegenek számára is. A könyv elkészítésében sok segítséget nyújtottak a szervezőknek a térségben élő emberek. Az Utikalausz szép illusztrációs anyagokkal egészül ki. Dezső József, aki a könyvet szerkesztette, jártam barlangászni, és többször segítettem nekik fotodokumentációban. Neki volt egy nagyon jó alapötlete és egy nagyon jó koncepciója, és ennek a kialakításában próbáltam segíteni neki. Nagyjából a könyvnek az esztétikai részét, tehát vizuális fotó részét segítettem. Ehhez többféle koncepcióra készítettünk fotókat. Az egyik egy gyűjteményes munka volt, amelyel szinte az egész Villányi egységet körbejárva eseményekről, ősmaradványokról, a borászati speciális dolgokról, pincékről és helyszínekről készítettünk fotókat. A másik pedig egy egészen kicsi szegmense volt, ami végül is a könyvnek az egyik legnagyobb részét adja ma, ez pedig a légifotó volt, amiből térképeket szerkesztettünk. A könyv elkészültével a szerzők még nem fejezték be a Villányi hegység kutatását. Richter Tudós Klubot szervezett az idei évtől a hazai orvosi egyetemeken a Richter Gedeon részvénytársaság. Egyetemünkön az első klub témája a humán genomika és az őssejt kutatás volt. A Richter Tudós Klubot azzal a céllal indították, hogy az érdeklődők számára az orvosi gyógyszerészeti tudományos élet középpontjában álló témákról neves, elismert szakemberek tartsanak előadásokat, valamint hogy megismertessék a szervező gyógyszeripari társaság tevékenységét a hallgatókkal. Egyetemünkön a genetikai stabilitásról és instabilitásról beszéltek az előadók a genomika és őssejtkutatás témán belül. Ez egy olyan előremutató kezdeményezés, ami valóban példamutató. A mai világban, a 21. században a tudomány kikerülhetetlenül a jövőnk záloga. Ezt most már a politikusok is mondják, tudásalapú társadalom.
A másik oldalról egy fontos kérdés az, hogy a klasszikus tudomány még mindig küszködik azzal, amit a tudomány szabadsága névén szoktak megemlíteni, vagyis hogy a tudósok kutatásában ne szóljanak bele a kívülálló politikusok, a társadalom. A kettőt biztos, hogy össze kell hangolni. Tehát a tudás alapú társadalom úgy tud igazán funkcionálni, hogyha a tudósok a társadalom elvárásainak megfelelnek, felelősséggel tartoznak kutatásokkal a társadalomnak. Na most ebben egy ilyen kezdeményezés, amiben egy vezető gyógyszeripari cég kezdeményezi azt, hogy egy tudós klubot hirdet az egyetemi kutatók, szakemberek részvételével, ez egyértelműen egy nagyon pozitív előremutató dolog. A téma az emberi genetikai állománynak a feltérképezése, a humán genom tervről. Sokan talán nem értik, hogy miért kell erről annyit beszélni. Hát azért kell annyit beszélni, mert ez olyan. Ez olyan, hogy a történelemben biztos, hogy nem volt még ilyen léptékű felfedezés, és főként az, hogy egy ilyen távlatokat, ilyen beláthatatlan távlatokat nyitó felfedezés, hiszen ez csak a kezdete valaminek, és óriási lehetőségek előtt nyitotta ki a kaput. A Richter Tudós Klub előadásait a hallgatók és a fiatal orvosgeneráció figyelmébe ajánlják a szervezők. Két új számítógépes labort adtak át a hallgatóknak a Bölcsészettudományi Karon. A 22 munkaállomást a hallgatói számítógépes hozzájárulási díjból finanszírozta a kar. A Bölcsészettudományi Kar anyagi keretei nem tették lehetővé, hogy bővítsék az internet használatot is biztosító számítógépes hozzáférést, ezért 2003 őszén a karon bevezették az 1500 forintos hallgatói számítógépes hozzájárulási díjat, melyet mindenfél évben a beiratkozáskor lehet befizetni. Egy évvel az intézkedés bevezetése után elkészült a kar, a hallgatói önkormányzat és a hallgatók összefogásával a 22 munkaállomásból álló két számítógépes terem. A termeket dr. Font Márta, a kar dékánja adta át a hallgatóknak. Sok tanárnak és hallgatónak az összefogásából állt ez elő, hiszen a hallgatói önkormányzat is támogatta, a Bölcsészettudományi Kar is támogatta, és utoljára említem, de azt gondolom, hogy ebben a kezdeményezésben a harmadik elem volt az új, hogy maguk a hallgatók is hozzájárultak 1500 forint befizetésével. Hogy sok vagy kevés lehet latolgatni, ha viszont arra gondolnak, hogy az ETR-ben, tehát a vizsgákra való jelentkezés, a kurzusokra való jelentkezés egyre inkább ezen keresztül fog történni, hiszen itt sokkal flottabbul és gyorsabbul megy minden, és nem internetkáféban kell kifizetni, sokkal kevesebb idő ér ugyanezt az összeget, akkor azt gondolom, hogy ez nem minősül soknak. Nagyon sok hallgatónk van, több ezer hallgatóhoz képest azt gondolom, hogy ez a most átadott 22 gép, ez nem egy nagy szám, noha természetesen a Rókus utcai épületünkben van egy számítógépes labor, tanszékekhez kötődően is tudnak használni a hallgatók számítógépeket, de hát újabb és újabb munkahelyekre van szükség, és mi sem szeretnénk itt megállni, hiszen reményeink szerint ez a program folytatódik, és remélem, hogy ha hallgatók rájönnek a hasznára, akkor nem fogják sokalni az 1500 forintot. A laborban a biztonságos és egyszerű kezelőfelülettel rendelkező magyar fejlesztésű UHU Linux operációs rendszer működik. A kar a befizetett díjakból további számítógép hozzáférést szeretne a jövőben biztosítani. Az összeg befizetése nem kötelező, de a számítógépeket csak azok a hallgatók használhatják, akik hozzájárultak a gépek megvásárlásához. Pécset rendezték meg a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság 24. kongresszusát. Az idei tanácskozás a foglalkozás egészségügy jövőjéről szólt. A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság 1946-ban alakult, és a szakterületnek a tudományos képzési, továbbképzési feladatait foglalja össze. A minden évben megrendezett tudományos kongresszuson az éppen aktuális témákat dolgozzák fel. Az idei év aktualitása igazából a 2004 évi EU-s csatlakozás utáni feladatok, ugyanis arról van szó, hogy az európai jogharmonizáció következtében munkavilágában dolgozó, a szervezet munkavégzésben dolgozó egészségét a törvények, rendeletek különösen védik. Sokkal jobban, mint ahogy az történt 15 évvel ezelőtt. Megszűntek a veszélyes munkahelyek. Ennek értelmében igazából nincs és nem is lehet veszélyességi pótlék, hisz veszélyes munkahely nem létezhet, hisz egy dolgozónak az életét megfizetni pótlékokkal nem lehet. A munkakörülményeket kell biztonságossá tenni, és igazából a munkát kell adaptálni az emberhez.
EU-s jogharmonizáció igazából 39 első helyen megszerezhető szakorvosi képesítést ír elő minden egyetemnek. Ez egyetemi jogharmonizációs, egyetemi akkreditációs követelmény, melyek közül egyik helyen a foglalkozás orvostan szerepel. Ez eddig az egyetemünkön nem létezett, de ma már a foglalkozás orvostan helyet kapott a képzésben, továbbképzésben, szakorvos képzésben, és ezt igazából 2004. februárjában szavazta meg az egyetemi tanács. A foglalkozás egészségügy tartalmazza mindazokat a problémákat és feladatokat, és hívja fel a hallgatók figyelmét azokra a körülményekre, amelyek a munkavégzés kapcsán, mint károsító tényező, adott esetben potenciális expozíciós tényező előfordulat. A kongresszuson dr. Lénárd László rektor úr az Egyetem Általános Orvostudományi Karának nevében oklevelet adott át dr. Berki Lászlónak, a Baranya megyei foglalkozás egészségügyi szakfelügyelő főorvosnak, a foglalkozás orvostani szakorvosképzésben nyújtott több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért, tudományszervezési meghatározó szerepéért és szakmai kollégiumi munkájáért. Az Általános Orvostudományi Karon 36. alkalommal szervezték meg az egyetemi orvosnapokat. Az ünnepi ülésen emlékérmeket, arany, gyémánt és rubin diplomákat, kitüntetéseket és dékáni dicséreteket adományoztak. Az Általános Orvostudományi Kar 36. egyetemi orvosnapok rendezvénysorozatán dr. Sümegi Balázs a kar dékánja mondott ünnepi köszöntőt, majd átadta a Pro Facultate Medicinae emlékérem aranyfokozatát dr. Fischer Emil Vol dékánnak, a Gyógyszertani Intézet egyetemi tanárának. Több évtized óta dolgozom az Orvostudományi Egyetemen, illetve jelenleg az Orvostudományi Karon oktatóként és kutatóként. Ezen kívül több olyan tisztséget viseltem, vagy betöltök a mai napig is, amely nem csak a szükebb területem vagy intézetem érdekeit szolgálja, hanem az egész egyetemét, illetve a karét. Ilyen, hogy 3 évig voltam a orvoskar dékánja, karnak a vezetője, illetve jelenleg is elnöke vagyok a doktori tanácsnak, amely a tudományos munka szervezéséért és megfelelő szintű viteléért felelős. Közel 40 éve dolgozom a Gyógyszertani Intézetben, végzés után itt kezdtem a pályafutásomat. Mint minden kutató, több témával kerül kapcsolatba hosszabb periódus alatt. Jelenlegi tudomány területem, amelyel elsősorban foglalkozom, a gyógyszerek sorsa a szervezetben. Ez a kitüntetés nekem nagyon sokat jelent, ahogy a köszönő szavaimban említettem is, különösen azért, mert abból a közegből származott ez a javaslat és a döntés a kitüntetésre, amelyben élek és amelyben mindennapos tevékenységemet kifejtem. Úgy gondolom, hogy ez a közeg, az ebben élő emberek ismernek engem legjobban, és az ő bizalmuk és megbecsülésük azt gondolom, hogy mindennél többet jelent számomra. A karra a Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát adományozta dr. Bocz Lajos egyetemi docensnek, a Gyógyszerészeti Intézet vezetőjének, valamint dr. Molnár Péternek, a Kémiai Intézet egyetemi docensének. Az emlékérem bronz fokozatát Hoffmanné Majoros Ildikó, az Orvos és Egészségtudományi Centrum könyvtárosa, Horváth Attiláné, a Neurológiai Klinika titkárnője, és Kalász Veronika, a Patológiai Intézet biológusa vette át. Az ünnepi ülésen aranydiplomát adományoztak azok számára, akik a karon 50 éve szereztek diplomát. Ez valahova tartozás kérdése, tehát van egy alma mater, és ez a kapcsolat ez sose szakad meg, ez egy olyan mitikus kapcsolat talán, és egy ilyen ünnepélyes alkalom ezt ugye újra megerősíti, mert hát azért az idő folyamán meglazulhat ez a kapcsolat. Tehát én nézem többi embereket is, nagyon, nagyon erős a kötődés az egyetem és a hallgatója között, minden elismerés az elődöknek, akik ezt az egyetemi nap koncepciót behozták, és aztán minden generáció valami más módon, de mégiscsak ugye megszervezi. És ezt nagyon jó dolognak tartok. A rendezvényen gyémánt és rubin diplomát vettek át a karon 60 és 70 éve végzett volt hallgatók. Az ünnepségen Romhányi emlékérmet adományoztak Szeberényi József egyetemi tanárnak, az Orvosbiológiai Intézet igazgatójának magas színvonalú oktató munkája elismeréseként. Sor került a kiváló gyakorlatvezető, a legjobban oktató intézet és a legjobban oktató klinika címek, valamint a dékáni dicséretek átadására is. Az Árpádházi Szent Erzsébet emlékérmet ebben az évben Katona Béláné, az ortopédiai klinika vezető főnővére kapta. Az ünnepség keretén belül az évfolyam legjobb hallgatója elismerő okleveleket is adományoztak.
Az egyetemi orvosnapok rendezvénysorozaton hagyományosan évfolyam találkozókat is szerveztek az általános orvostudományi kar jogelőd intézményeiben végzett hallgatók számára. A rendezvénysorozat tudományos délelőttjén a végzett évfolyamok képviselőinek előadásait hallgathatták meg a jelenlévők. A következő percekben az egyetemünkön történt eseményekről láthatnak rövid tudósításokat. A Kárpát-medence politikai földrajza címmel a 4. Magyar Politikai Földrajzi Konferenciának adott otthont egyetemünk földrajzi intézete. A konferencia sorozat 6 évvel ezelőtt indult. Jelentős eredményeket és 3 konferencia kötetet tudhatnak maguk mögött a résztvevő kutatók. Az elmúlt években elkészült a hiánypótló Európa Politikai Földrajza című könyv. Nyomdában van Ázsia politikai földrajza, és előkészületben Amerika politikai földrajza című könyv is. Az idei konferencián a Kárpát-medence politikai földrajzi problematikája és a regionális politikai földrajzi problémák a Kárpát-medencében című szekciók köré csoportosították az előadásokat. A kutatási oktatásfejlesztési programot 2 év múlva Ázsia és Amerika politikai földrajzával foglalkozó konferenciával szeretnék lezárni, majd azt követően a tervek szerint a Kárpát-balkáni térséggel foglalkoznak a kutatók. Már több éve tartó együttműködés részeként az idei tanévre vonatkozóan is megállapodást kötött egyetemünk az ország egyik vezető bankjával. A szerződés dr. Lénárd László egyetemünk rektora és Kovács Antal a bank dél-dunántúli régiójának ügyvezető igazgatója látta el kézjegyével. A megállapodás kiemelt célcsoportja az első évfolyamos hallgatók. A hallgatói önkormányzat a gólyatáborok és a gólyaválok megszervezéséhez használja fel a bank anyagi hozzájárulását. A pénzintézet kiemelten támogatja az idei tanév beiskolázási programját, a felvételizők napját is. A megállapodó felek elkészítettek egy közös bankkártyát is az egyetem hallgatói és dolgozói részére. A kártya kedvezményeket biztosít a kártya tulajdonos számára, és a vele történő vásárlás esetén az egyetem is támogatásban részesül. Ökumenikus tanévnyitó szentmisét tartott az egyetemi lelkészség a Diska Győző utcai evangélikus kápolnában. A házigazda szerepét az evangélikus gyülekezet vállalta, és Szabó Szilárd evangélikus lelkész hirdetett igét az egyetemi lelkészség tagjainak és az egyetemi hallgatóknak, dolgozóknak. A Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub férfi futballszakosztálya a megye első osztályában játszik. Stábunk ellátogatott a csapat edzésére. A Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub férfi futballszakosztályát Jarisza Gábor edző és Réfi Gábor vezetőedző ez év januárjától irányítja. Amikor ide kerültem, akkor elég hátul volt a csapat, és a cél az volt, hogy minél feljebb kerülni a tabellán, és minél jobban szerepelni. Ha úgy tudnánk igazolni, akkor is legalább a feljutás is meg lehetne célozni, de ez úgy néz, hogy ide nem fog sikerülni. Fejlődés megvan, tehát nem a végén kulogunk, hanem már középmezőny, talán már középmezőny elején is. A csapatnak a 80%-a egyetemista, de vannak azon kívül, tehát külsősök is, akik szeretik a labdarúgást, és szükség van a játékukra. Mi már nem tudjuk képezni őket technikailag, inkább taktikát szeretnénk képezni nekik, és abban tudnánk meglepni az ellenfelet a bajnokikon. Edzéseink heti 3-4 alkalommal, vagy hogyha a fiúk ráérnek, akkor 5 alkalommal is, vagy a felkészüléskör volt egy napi 2 edzés, tehát ezt örömmel vettük, és hát remélem, ennek kijön az eredménye is. A tanulás mellett én vallom azt, hogy a sportra szükség van, a fiúk ezt érzik is, és nagyon sokan járnak edzésre. 15-20 fő jár szorgalmasan és lelkesen a futballszakosztály edzéseire. A tréningek jó hangulatban zajlanak, és a fiúk az ezzel járó terheket is együtt hordozzák. Az előző csapatban, amikor még játszottam, akkor már érdeklődtem utána, hogy hol lehet itt Pécsen játszani. És így tudtam meg, hogy itt a PEAC is lehetőség. Mindenképpen szerettem volna folytatni a focit, pedig is elég intenzíven csináltam, és semmit nem akartam abba hagyni. A társaság nagyon jó szerintem, összetartó kis csapat. Most már az edzők is olyanok, akik a szakmai munkáért. Felelősök is, érzem, hogy fejlődik a csapat. A szakosztályba szívesen várnak futballozni tudó és szerető egyetemistákat.
Ez legyen már élénken, mert megyünk futni. És 20-ért, 20-ért! És lac! Bravo! Hopp, passz, passz! Jó, jó! Megy tovább a pinyőt! És Orvos meg, Arni! Kedves nézőink, Önök az Universitas Televízió műsorát látták. Híradónk és a nyitott egyetem előadásai megtekinthetők a www.univtv.ptl.hu honlapon is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Két hét múlva ismét várom Önöket. Viszontlátásra!